Ezt az arckép sort minden magyar ismeri. A 13 aradi vértanú, akiket a Habsburg hatalom 1849. október 6-án kivégzett. 12 tábornokot és egy ezredest, Lázár Vilmost küldte a halálba a bressai hóhér Hajnau. Az 1848-as, 49-es forradalom és szabadságharc hős főtisztjei életüket áldozták a magyar szabadságért. Úgy, hogy köztük többen nem is magyar származásúak voltak. A 13 aradi vértanúból, ugye, ha nemzetiségi, tehát származás alapján vizsgáljuk őket, akkor 4 volt magyar, 4 német származású, volt közte Damjanics révén egy szerb, Knézics Károly révén egy horvát, ott volt akkor 2 örmény származású, és ugye Kis Ernő, illetve Lázár Vilmos, és egy osztrák is volt, Pörtenberg Ernő, hiszen ezek a példák is jól mutatják azt, hogy ezek az emberek függetlenül, hogy milyen nemzetiségű, milyen nyelvűek voltak, milyen származásúak, egy közös célért tudtak küzdeni, a magyar szabadság ügyéért. És rajtuk kívül több más tábornok is raboskodott Arad börtönében a világosi fegyverletételt követően. Többek neve mellett ott volt a halálra ítélt megjelölés, például Gáspár Sándor honvédtábornok esetében is, akinek a nevét maga Ferenc József húzta ki, abban a megfontolásból, hogy ő volt egykor a lovagló tanára, tehát egy személyes indítatásból ő megmenekült a köt, illetve a golyó általi halál elől. A 13 aradi vértanúval egy időben csak Pesten végezték ki Batthyány Lajost, az első felelős magyar kormány miniszterelnökét. Sokan mások is meghaltak a szabadságért, de többen kegyelmet kaptak. Például Kállai Ödön, a későbbi miniszterelnök egyik őse, aki Kossuth Lajos munkatársa volt és rákerült a kivégzendők listájára. Később azonban amnesztiát kapott. A történész szerint annyira rossz volt Hajnau és a Habsburgok megítélése Európában, hogy abba kellett hagyni a kivégzéseket. Az angolok nagyon nem szerették a Habsburgokat, erre jó példa, hogy Hajnau, aki ugye megkegyelmezett végül Kállai Ödönnek is, egy angol sörgyárban felismerték 1850-ben is, meg is verték. Meg kellett futamodnia, kénytelen volt menekülni, mert különben meglincselték volna az angolok. Tehát nem volt népszerű sem ő, sem az uralkodó ebben az időszakban Európában. Kállai Ödön is így úszta meg az akasztófát, visszavonult egy időben a politika élettől, majd a kiegyezés idején megmaradt végig ebben az időszakban is 48-as politikusnak, és 1861-ben, amikor a magyar király koronázták Ferenc Józsefet, akkor ő 6 politikus társával együtt Cinkotára vonult vissza, mint egy nem tetszési tiltakozását fejezve ki ennek az aktusnak, ennek a procedúrának, és ezért aggatta rájuk az utókor a 7 cinkotai kuruc elnevezést, hiszen ők nem tették tiszteletüket Ferenc József magyar királynak koronázása alkalmából. A 13 aradi vértanúról csak a kiegyezés, azaz 1867 után lehetett Magyarországon megemlékezni. Október 6-a 2001 óta nemzeti gyásznap.